Itt még áll a házak közelében a kutyafuttató a Pécsi Móricz Zsigmond téren. A lakók tiltakoztak a létesítmény közelsége miatt, még petíciót is indítottak az áthelyezésére. Ez most megvalósulhat. Szerdán már csak a nyomai látszottak a kutyafuttatónak, elbontották a kerítést. Én is többször felszólaltam a testületi üléseken, a jegyző úrhoz januárban a lakókkal közös kérvénybe kértük azt, hogy oda, ahova most fog kerülni egyébként a Dómusz nyugati oldalára kerüljön oda ez a létesítmény, és hát a végén egy bírósági keresetet is beadtak birtokháborítás miatt az itt élők, és ennek hatására tulajdonképpen Péterfiék visszavonulót fújtak. Most az a tragikomédia ebben a történetben, hogy tulajdonképpen már a legelején, hogyha a polgármester úrnak és az úgynevezett szakembereinek egy kis rálátása is lenne egy ilyen létesítmény működésére, akkor pontosan oda tették volna, ahova most fog kerülni. Ott nincsenek lakóházak, nem fog zavarni senkit. Két éves húzavona záródik le az áthelyezéssel, mondja a képviselő. Barkóczi Csaba szerint az a tanúsága történteknek, hogy összefogással a lakók akarata érvényesülhet még ilyen ügyben is a várossal szemben.